A Fox Rage pergetőbot sorozataiból talán az egyik legfontosabb a Prismix. A legtöbb modell tartalmazza, mind spinning, mind casting vonalon elég széles a választék. A bot külalakjáról elmondható, hogy evanyeles, szép osztott nyeret kapott, az orsó tartó Fuji. A bot befogadó kerete rozsdamentes acél, benne a betétek szikből készültek. Abszolút alkalmas arra, hogy fonott zsinórral horgászunk vele, de ez ma már általános elvárás. A bot alapanyaga 24 tonnás karbon, ez lehetővé teszi, hogy a bot karcsú maradjon, de mégis feszes és rugalmas. A Prismix család legtöbb tagja kifejezetten jiges karakter, tehát a gyorsabb botok közé tartozik. A dobósúlyokról érdemes elmondani, hogy leginkább a klasszikus vonalat követik, tehát 2,8 g, 2,10 g, majd 3,14, 5,21, 7,28 és így tovább fölfelé, az adott hozban megtaláltuk ezek a dobósúlyok, amiket elmondtam. Azt gondolom, hogy ez a bot család a spinning változatában nagyon szépen lefedi azokat a módszereket, amelyekkel a hazai ragadozó halakra horgászunk, ezért ajánlom ezt a botot, és magam is nagyon sokat használom. A bot elején ez a karbonszövetes erősítés szemre is szép, de ennek funkciója is van. A végterhelés közelállapotban a bot itt terhelődik igazán, ettől is erősebb lesz. Ha már dobosokról beszélünk, érdemes elmondani, hogy a 2.10-es bottal jászra, kisebb balira horgászunk, domolykókra kifejezetten, a kicsit erősebb dobosújjal, a 3.14-el balinozok a legszívesebben. Ezekkel a botokkal húzom a topwater csalikat és a kisebb balinos wobblereket. Ez a sülős dzsigeléshez is alkalmas lehet, de ha nagyobb sülőkre is számítunk, például a Dunán egy késő őszi időszakban, akkor azt gondolom az 5.21-es dobosúly lesz a miénk igazából. Ha ennél keményebb halakra vágyunk, akkor még följebb mehetünk 7-28 g-mal, vagy akár 20-60-nal, 30-80-nal. A bot árazása is jól sikerült szerintem. A közép kategóriában vagyunk. Ezekkel a paraméterekkel ez egy nagyon jó vétel. Azt gondolom, hogy árérték arányban a piac egyik legjobb botja a Prismix.